A csőd szélére sodorta a hazai tojástermelőket a tyúkketrecek méretét szabályozó uniós irányelv. Az érintettek azt mondják, nem emelik áraikat, mert akkor senki nem vesz tőlük tojást, így viszont több a kiadásuk, mint a bevételük. A változtatások miatt a kiskereskedők forgalma is csökkent. A legolcsóbb tojást viszi ez a hölgy. Sokan vásárolnak olcsóbb és kisebb tojást Kapuvári Sándornál. Az utóbbi időben visszaesett a forgalma, hétköznap kevesebben járnak hozzá. Az igazság, a válságos egy kicsit visszaesett hétköznap, de inkább által péntek, szombat az inkább pörgősebb. Tehát akkor általában jönnek az emberek vásárolni. Hát megoszlik a kereslet, tehát úgyhogy azóta valamivel kevesebbet visznek. A kedvezőtlen változásokról egy uniós előírás tehet, mondja Szabó Norbert volt termelő. Az irányelv értelmében a tyúkokat tartó telepek ketreceit nagyobb és komfortosabb tárolókra kellene cserélni. Szabó Norbert nem tudta vállalni a ketrecek cseréjét. Én 2009. január 1-én zártam be a baromfi telepen, hát én voltam Baranyában a legnagyobb termelő, és azokból már kellett ketrecet váltani az Európai Unió miatt, és úgy gondoltam, hogy nem fogja megérni a termelés. Egy ekkora volumenű beruházás milliókba kerül, aki pedig belevág, sokszor veszteséggel zár, teszi hozzá a termelő, aki szerint akár heti 1 millió forint is lehet a veszteség egy nagyobb telep esetében. A ketrec cserék határideje ez év január 1-e volt. A termelők 95%-a már elvégezte a beruházást, aminek költségét részben a tojásfogyasztói árának emelésével kompenzálták, ennek következtében pedig 10 forinttal drágult a tojás. December óta átlagosan 45 forintért juthatunk hozzá a piacokon.